Szeretettel köszöntök mindenkit. Nagy öröm, hogy ekkora az érdeklődés. Nagyon nehéz időszakon vagyunk túl. Egy szerződtetéses történet az normális körülmények között is megviseli a társulatokat, nem pedig egy igazgatóváltás esetében, de hál' Istennek túl vagyunk ezen a történeten. Én úgy gondolom, egy remek csapat alakult itt, remek színészek fogadták el felkérésemet, és hadd kezdjem azzal, hogy köszönetet mondok nekik a bizalomért, azért, hogy elfogadták felkérésemet, illetve azért, hogy ott maradtak a Nemzeti Színházban. Új tagok, Bánság Ildikó, Eperjes Károly, Horváth Lajos Otto, aki szintén eljött, Kristán Attila, Nagykálózi Eszter, aki itt van, Tóta Úszt, aki itt van, Hobó Földes László, aki itt van. A következő lépés, az elkövetkező egy-két év többek között arról is szól, hogy együttműködve a Budapesti Színművészeti Egyetemmel, illetve a Kaposvári színházi tanszéke, színházi intézettel egész pontosan több előadásunk lényegi részét is diákok fogják kitenni, hogy hiszünk abban, hogy a következő korszak megint a színészről fog szólni. Úgy gondoljuk, hogy szakmánk, amelyik esetleg pozíciókat vesztett 20, 30 vagy mit tudom én 10 év alatt, az a színészen keresztül fog újra megerősödni. Egy fantasztikus nagy vállalkozásba vágunk bele. Claudel Honegger Johanna Mágián című művét fogjuk színpadra vinni, és itt az ötletgazda az Strauss Kálmán, aki itt van velünk. A következő évad talán legjelentősebb eseményeként az évad végén, tavaszi fesztivál keretén belül nemzetközi színházi fesztivált fogunk megszervezni. Én a végén még két dologra hívnám fel a figyelmet. Egyrészt arra, hogy minél szélesebb sávban szeretnénk működni, legyen ennek bizonyítéka az, hogy például a Johanna Mágián című produkciónkban Bozsik Ivett társulatával fogunk együtt dolgozni. Legyen erre bizonyítéka az, hogy első évadunkban már közös produkciójaként Zsámbékkal, Beregszászsal együttműködve Zelei Miklósnak a Zoltán újra temetve című ős bemutatóját is befogadja a színház. Azt szeretnénk, ha valóban a Nemzeti Színház az egész szakma számára egyfajta központi tényezőként egy párbeszéd folyamatos bonyolítója lenne. Rengeteg kérdés van megoldatlanul, rengeteg probléma van terítéken. Szeretnénk azt, hogy mi legyünk azok, a Nemzeti Színház műhelye legyen az, amely ezen kérdések mentén, ezek megoldása kapcsán vezető szerepet játszik.